Hétfő november 4. Változtatás. Ő pedig mondta nékik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Mimi, Kibi és Afrodit, a három delfin az Egyesült Államokban, Baltimoreban élt egy számukra túlságosan szűkös medencében. Ezen felül még ott volt a kíváncsiskodó látogatók véget nem érő tömege is. Az állandó feszültség és a szűkös hely elviselhetetlené vált számukra, ezért a stressz miatt gyomorfeké alakult ki náluk. Végül a gondozók elhatározták, hogy egy nagyobb floridai medencében költöztetik át őket, míg az eredeti lakhelyüket felújítják és kibővítik, hogy megvédjék a delfinek egészségét. A delfinekhez hasonlóan mi is zsúfolt életkörülmények között élünk. Kisméretű szűk lakásokban, autókkal és emberekkel teli utcákon, gyerekekkel tele tömött iskolákban, vásárlókkal zsúfolt áruházakban, már nem férnek a ruháink a szekrényünkbe. Nincs türelmünk egymáshoz, csökken az ellenálló képességünk. Gyomorfekét kapunk mi is, és a delfinek is. Időakrobataként lavírozzunk a kitűzött időpontok, a zsúfolt forgalom és a napi feladatok között. Azzal mentegetőzünk, hogy egy jó fizetett állásért, egy hírneves iskoláért, egy diploma vagy a kényelem miatt fel kell áldozzunk magunkat. De ha vonalat húzunk, rájövünk, hogy semmire sem mentünk vele. Egészségünk recseg ropog, kapcsolataink tönkre mennek. Félelmekkel küzdünk. Mi a teendő? Addig kell változtatnunk az életünkön, amíg meg nem betegszünk, amíg utol nem ér a depresszió vagy a halál. A tömbházból falura költözhetünk, a laknegyed parkját zöldséges vagy virágos kertre cserélhetjük. A stresszt okozó munkahelyet végezzünk olyat, ami nem csak a pénztárcánknak szerez elégtételt, hanem a lelkünknek is. A képernyők előtt töltött idő helyett szánjunk időt a szükségben lévő embertársainkra is. A kanapén való üldögélés helyett mászunk hegyet, vagy járjuk az erdőt. Ez csupán néhány ötlet a változtatásra, de jobb lesz, ha elbeszélgettek egy szakértővel. Én Jézust ajánlom. Ő képes eltávolítani életetekből a stresszt, helyette pedig nyugalmat ad. Menj ki a természetbe és beszélgess el Jézussal azokról a változásokról, amikre szüksége van az életednek.